A válogatott elfoglaltságok miatt másfél hét után lépett pályára újra az Audi Etókáci a Vác otthonában. Emiatt a felkészülésre sem volt sok idő, mindössze egy közös edzése volt a csapatnak a találkozó előtt. Ez némileg meg is látszott a játékon, főleg az első fél időben. Sokáig az Etó futott az eredmény után, de ez annak is köszönhető, hogy a hazai csapat is rendkívül harcosan, kicsit sem megilletődve lépett a pályára. Két problémánk volt egész mérkőzésen, az egyik a beálló elleni védekezés, a másik pedig a kapus ellen nagyon sok ziczert rontottunk. Mind a kettő koncentráció és figyelem. Tudjuk, hogy mit kellene csinálni, de nem úgy, nem úgy működnek a dolgok, nem úgy tudunk végrehajtani, egy pici hiányzik még. Most még a, a siófokra koncentrálunk ezen a héten, és utána lesz egy teljes normál hetünk arra, hogy normálisan föl tudjunk készülni a BL mérkőzésre. Bő negyed óra után aztán egy 6 0 sorozatot produkált az Audieto, A váci védők főleg Kari Bracet ellen nem találták az ellenszert, a norvég klasszis is hétszer talált be a meccsen. A kulcs az volt, hogy helyre tudtuk rázni egy kicsit a védekezést, ez pedig a kapusoknak is segített, ráadásul tudtunk könnyű gólokat lőni, örülök, hogy ez sikerült. A szünetbeli három gólos előnyt a fordulás után is tudta tartani a Vác egy ideig. Az utolsó negyed órában azonban érvényesült a tudásbeli különbség. Főleg a skandináv játékosok parádéztak, ráadásul a hazaiak úgy tűnt el is fáradtak valamelyest a találkozó végére. A Vác egy jó csapat, remek játékosokkal, ez ma meg is látszott, mi pedig nehezen találtuk az ellenszert. A beálló elleni védekezésünk különösen problémás volt, de ezzel együtt is meglett a két pont, ez a legfontosabb. A végeredmény 35-27-es győri győzelem lett, így az Audi-ető továbbra is veretlen a bajnokságban és vezeti a tabellát.